Szevasztok, ugye korábban töltöttem már fel egy videót, amiben a JagdPantheres kiváló sofőrjelvény első osztályomat mutattam be, és itt lenne a ma videó folytatása, ugyanis ebben a videóban sikerült, pontosabban a csatában, sikerült megszereznem a tankház kitüntetést is a JagdPantheremre. És ugye megnézitek, egy 9-es szintű mesbe sikerült bekerülnünk, még 7-es tank sem olyan sok van, szóval ez egy 7-es páncélvadásznak nem mindig jó dolog, azonban a Panther ez nem ilyen. Én nagyon sokáig úgy játszottam ezekkel a tankokkal, főként ezzel is, szóval én jellemző rám, hogy a páncélvadászokkal is úgy játszok, mint a nehéz tankokkal, szóval ha kell, az első sorban csápolok velük, még városi pályákon is, ami ugye nem jó dolog, nem feltétlen jó dolog. Ugye 8.6-ba került bele ez a frissítés, hogy ezen a pályán a Rock-Rock-kán már ütközettel is találkozhatunk, bázis itt helyezkedik el, és erre a bázisra egyébként innen a hegyről, dombról nagyszerűen rálátni. Páncélvadászoknak ez egy ideális hely lehet, gondoltam ezt a csata elején. Hát és úgy gondoltam, hogy akkor próbáljuk meg. Szóval most feljövök ide és megpróbálok a bázisra vigyázni. Tehát nem minden 7-es szintű tankra jellemző az, hogy nagyon könnyedén átüti akár 9-es szintű tankokat, azon a Panther ez ilyen. Az ágyúja 200-as átütéssel és 320-as átlagsebzéssel igen. Vágás, elnézést. Szóval, hogy az ágyú átlagsebzése 320, az átütése pedig 200, szóval ez 9-es szinten is megállhatja a helyét végül is. Ott egy T-95 oldala, ugye valószínűleg nagy páncélja van, főleg akkor, hogyha el sem találjuk. Hát akkor biztos, hogy nem fogjuk ugye átvinni. Hát nem így gondoltam ezt egyébként, de eltalálom 293. Jó gondoltam itt, hogy hát szerencsém van, mégiscsak nagy páncél, bizonyára csak szerencsém volt, oldalát sem olyan könnyű átütni. Most le is pattintok például, de hogy szóval az 1125 HP még mindig benne van. Megint csak sikerült megsebeznem, 312. És ugye tankház kitüntetést nagyon sokan úgy gondolják, hogy akkor lehet megszerezni, amikor egy nagyon-nagyon jó matchmakingbe kerülünk, ahol nagyon tudunk darálni. Közben kigyújtottam a T95-öt, ami benne maradt, azt is kiszedtem belőle, 1415 sebzésem van. Pontosabban 1415 HP-t szedtem ki a T95-ből, ami egy 9-es szintű páncélvadász. Közben KV4-et is sikerül sebeznem. Szóval itt arra gondolok, hogy nem mindig jó a kis matchmaking, ugyanis ott nem kapunk olyan XP-ket. Tehát nagyobb sebzés kell, több kilt kell szereznünk ahhoz, hogy megkapjuk azt az XP-t, amit nagyobb szinten kevesebb, kisebb cselekedetekért is megkaphatnánk. És itt a 9-es szintű csata ugye nem túl kedvező, mondjuk ebből az állásból, vagy így, hogy innen lövöldözök, így nagyon is kedvező. 1700 sebzés láthatjátok, egy 9-es tankot szedtem szét, tényleg szétszedtem, ugye a 1700 HP volt, talán 1400-et én szedtem le belőle, szóval tényleg jó eddig. Szóval, hogy ezekben a matchmakingben sokkal nagyobb esélyünk van a tankház jelvényre, mint a kisebb matchmakingekben. Persze vigyázni kell az ilyen csatákban, mégiscsak nagyobb tankok vannak ellenünk, könnyen vesztes csata lehet legalábbis számunkra. De innen, hogy fentről tudom őket szedegetni, nem veszélyeztetem úgy magamat, és nagyon sok tank van, ami az oldalát mutatja nekem. És így például a Jagdtigris, nagyon nagy páncél van, de az oldalát át fogom ütni persze. Ez is megvan. Egyébként érdemes majd megfigyelni. Ugye 3 darab 9-es tank van a játékban, közben észrevettek, szóval most vigyáznom kell, GV Panther is van, ugye? Elég nagyot tudna belém ütni. Szóval 9-es szintű tankból 3 van a játékban, és gyakorlatilag mindegyiket át fogom ütni. De ezt majd láthatjuk később is. Ott egy IS is, ez nem kell annyira kisen mennem, szóval úgy döntöttem, hogy miért ne lőném én azt. 3.35-öt bele is lőttem. De sajnos visszatolat, így koncentrálunk inkább a bázisra, és sajnos minden tankunk, ami marad, gyakorlatilag itt van fent, szóval igen, valamit érdemes lenne csinálnunk. Káminek nagyon nagy páncélja van, az oldalát át tudnám ütni, de sajnos nem akarja megmutatni. Inkább a tornyát mutatja, amit olyan nagy sikerrel nem biztos, hogy át fogunk tudni ütni. Át fogjuk talán ütni, de nem majd nem biztos, nem olyan tuti. Mindenesetre ott van az a tigris, amit már valószínűleg átütnénk, minden hogyan, de különösen nem látjuk a háztól. Az AMX500 ki is szedte. Eddig 3000 sebzésem van, ebből hát a sebzésem fele gyakorlatilag a T95-ből származik, ami már egy nagyon nagy előrelépés, és XP-ket is jól hozza egyébként az, hogy egy T95-öt szedtem ki, ugye egy 7-es tankkal. Na, de akkor nézzük tovább, a KV4 még mindig ott van, és ezt nagyon jól lenne kiszedni. Na most feljön, el kellene találnom a kémlelőt, hát azonban ez nem ilyen egyszerű. Közben a hátunkban is vannak tankok, bízom benne, hogy a csapatom többi része ezekkel foglalkozik. T-29 van ott, és nem tudom pontosan, hogy még mi, de valami van, meg az IS-8 is fog jönni, jaj, ST-1 lesz valószínűleg. Igen, arra emlékszem, hogy ST-1 is fog majd itt jönni. Ott is van az IS-8, ugye, az is egy 9-es szintű tank. Ott az ST-1 is, igaz, hogy alap, de hát attól függetlenül rám nagy veszélyt jelentő is. Így van, IS-NOR 10-es szintű tank megvan, 305-öt belesebeztem, ST-1 úgy szintén az oldalát mutatja, 379 bele is. Szóval így jönnek azok az XP-k, meg ugye sebzésem is fúszik, és valami lepattant rólam, az ST-1 alapágy ugye ezek szerint nincs olyan erős, hogy átusson. Most már ezt is tudjuk. IS-8, sajnos ház mögött kijön, és lepattantam, rossz szögben találtam el, és sajnos meglő, fél életemet le is szedte, szóval ezért mondom, hogy vigyáznunk kell azért, mégiscsak 9-es tankokkal van dolgunk, IS feljön, sajnos lepattanok, nem tudom, hogy sikerült, és ha jól láttam, a Centurion is lepattant, vagy el sem találta, ezt nem tudom. Na talán még egy sebzés, így is van, 314-ig még bele tudtam sebezni. Így már 4200 sebzésem van, ami azért nem kevés. Sajnos már csak 4 tank maradt köztük a löveg, én pedig itt vagyok fent, szóval nem nagy esélyem van további sebzésekre. Mindenesetre prémiumot töltünk, azért érzem már itt azt a nyomást, hogy mégiscsak kevés tankunk maradt, már pedig nekem nagyon meg kellene nyernem ezt a csatát. Jagdtigris kiszedte a T29-et, szóval IS és tigris maradt, illetve egy Panther. 4185 sebzés. XVM szerint. Persze lehet, hogy látatlanban is sebeztünk, ezt nem tudom. De még sebezhetünk is. Mind a 3 tankot ott írja, ugye látjátok ti is, B6-ban, tehát ott a bázisnál, ami nem túl jó dolog nekem innen, ugyanis el sem látok addig, de még hogyha el is látnék, akkor nem biztos, hogy olyan nagyszerűen el tudnám azt találni. Jobb lenne, hogyha ide kifutnának, de persze ők sem ilyen hülyék, gondolom. Minden esetre várjuk a ellenfeleket, oda is jeleztem. Egyébként mindjárt kiderül, hogy nem lesznek ők ott. Ugye írom, hogy ne foglaljanak, de hát hozzá kell ugye szokni, mondtam már, hogy ez nem így szokott lenni. Elég rögtönzött lövéssel, 4500 sebzésem van már, tigrisbe 316-ot belesebeztünk. IS és GV Panther a messzeségben, értük kellene mennem, de ha jól emlékszem, ez már nem fog nekem sikerülni. Na ott az IS, de nem jön fel eléggé. Na. Nem akar feljönni. Sőt, még vissza is ment. Sajnos elfoglaljuk a bázis mindjárt, szóval 10 másodperccel van a csapatnak arra, hogy kiszedje azt 2 tankot. És ott van mind a 2, de én egyiket sem látom sajnos. Panther megvan, IS-nek 895 HP-je van, de sajnos elfoglaltuk a bázist. És én pedig tudom, ugye, láttam már az eredményt, hogy közel 5000 sebzését össze, és 2 kill. Hogyha jól megnézitek, 9-es tankba, 3-9-es tankba összesen azt mondja, hogy gyors számolás, 900, 2300-400-at sebeztem. És ez már, meg ez a 2 kill valószínűleg maga elég lett volna talán a tankászhoz, bár a Pantherrel kezdetektől fogva elég alacsony TP-ket kaptam, Elméletileg a páncélvadászok 8.6-ig kevesebb TP-t kaptak. Nem tudom pontosan, de én 8.6 után sem vettem észre, hogy jaj, nagy TP-ket kapnék. Minden esetre ezt az 5000 sebzést, ezt a két kilt egy 9-es szintű csatában már megjutalmazta a játék megjutalmazott a játék egy tankász kinőttetéssel, és 1410 TP-vel, ami ugye úgy prémium nélkül nem rossz. Meg mondjuk rájött nekem a 2-es szorzó, szóval egy elég érdekes dolog jött össze, nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy Pantherrel ilyen TP-ket kapjak. Mindenesetre jó lenne, hozzá tudnék szokni az ilyesmihez. Na, ennyi lettem volna mára, sziasztok!